valahogy az ember, mivel a lélek dolgaival foglalkozik, egyrészt bolondnak látszik, másrészt azt próbálja szépen viselni, és kialakul egy értékrendje az élete folyamán. Ha szerencséje van, akkor hoz is valamit otthonról. Nekem volt egy falum, annak volt egy sajátos nyelve, volt egy sajátos világa, egy kulturális élete, régi, ez még igazi falu volt, közösségi élete. Annak volt rendtartása. Voltak törvényei, amiket nem mondtak ki, de azért mindenki tartotta. És ez összetartotta a közösséget, és azok, akik libegtek, billegtek benne, azokat sem hagyták, hogy elessenek. Tehát nem volt végzetes tönkremenés egy faluban. Ez egy minta. Ezt én nem felejthetem el. És örökre hálás vagyok azért a nyelvért, ami voltak éppen ez a bihari nyelv, ami hát voltak éppen Arany János és Sinka István környéke ez. Én is próbálok arra figyelni, hogy a munkáim nyelve is olyan legyen. Már csak azért is, mert a kifejezés az valahogy ezekben van benne. Ritkán mondom ki azt a szót, hogy haza. De most a hazámnak kell megköszönjem ezt, hogy figyelt rám. Talán ez a legfontosabb.